A Máltán aláírt kvótaterv kiterjesztéséről tárgyaltak tegnap Luxemburgban az uniós belügyminiszterek. Mindössze 3 tagállam csatlakozna a német, francia, olasz, máltai javaslathoz. A németek és a franciák mellett csupán Luxemburg, Portugália és Írország venne át bevándorlókat a földközi tengeren érkező csoportokból. A magyar kormány véleménye változatlan, betelepítési kvóta nem kell, a kiszállításban viszont tud segíteni Magyarország. Ezzel folytatjuk, Barna. Köszönöm szépen, Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója. Jó reggelt! Jó reggelt! Összeadom a tagállamokat, most az angolokat már nem számolom, a britteket, akkor is 27, ből 7 valamennyire beszállna, a többi 20 viszont nem. Akkor ez megint elbukott, ez a kvóta kísérlet? Tehát különféle okokból nem fogadták el, de az kétségtelen tény, hogy a tagállamok többsége nem támogatta ezt az elgondolást. Nem is vették ezt pontosabban napirendre, hanem egy ilyen informális egyeztetést folytattak erről. Szóval az ebéd közben szólt. Azért mondtam, informálist. Tehát egy ismételt kísérletet láthatunk a leköszönő bizottság elgondolásainak a folytatását, elővették újra a kvóták szerinti elosztást, és abból a téves elképzelésből indultak ki, téves volt a teljes migrációs politikája a bizottságnak 2015 óta, láthattuk az eredményét, itt most abból a téves elgondolásból indultak ki, hogy ennek hatására majd csökken a migráció. Tehát ez egy biztos, hogy alapvető tévedés. Tehát nyilván, hogyha a befogadókat azonnal elosztják, és a befogadó országokba kell majd elbírálni a menekült kérelmüket, akkor ez azt jelenti, hogy ha Máceben vannak, akkor azoknak a kiutasítása a gyakorlatban látható módon nagyon nehézkesen zajlik. Ezáltal kaput nyitunk, ezáltal az embercsempészeknek szívesebben fizetnek emberek az útbaindulásért, vállalják a tengeren átkelés kockázatát, és akarnak eljutni Európába, hozzátéve, hogy ez az elgondolás, ez csak kizárólag az Olaszországba érkezőkre terjednek, és azokra sem mindenkire, és teljesen világos, hogy az a korábbi megállapodás, amit annak idején talán nem minden néző emlékszik erre, amikor a belügyi tanács egyszer elfogadott egy ilyen kvótadöntés, miután előtte a miniszterelnök tanácsa meg nem fogadta el, bevitték a belügyminiszterek tanács elé, ahol nem kell egy hangú döntés. 120 ezer ember elosztásáról volt szó akkor, hát azoknak nagyon csekély, azt hiszem 25-26%-át ott sikerült csak ezerint a kvóta szerint elosztani, a többi nem sikerült, vagyis az államok már akkor is azt mondták, hogy jó, persze részt veszünk ebbe, de valójában nem teljesítették az ott tett vállalásaikat. Én azt hiszem, hogy a megoldás az európai biztonság érdekében egészen biztosan nem a kvóták szerinti elosztás és az európai szolidaritásnak a téves értelmezése, hanem egész biztos, hogy a külső határok szilárd őrizetébe kell keresni a megoldást, mert ha a határőrizet szilárd, akkor az embercsempészek nem indulnak útba az emberekkel, és akkor nem fenyeget az a veszély, hogy újabb és újabb ismeretlen személyek, ismeretlen identitással, ismeretlen célokból özönöljenek be Európába, és próbáljanak itt létfeltételeket teremteni a maguk számára, gyakran köztörvényes bűncselekményekkel. Tábor, akkor erre a folyamatra milyen hatása lehet az, hogy Seehofer német szövetségi belügyminiszter azt mondta, hogy nem biztos, hogy a kvótát kell erőltetni minden országra, aki nem akarja, nem biztos, hogy ez a jó megoldás, ha mindenhova telepítünk, másképp is lehet ebbe a folyamatba részt venni, például a V4-eket említette, hogy a hazautaztatásban segíteni anyagilag. Több elképzelés elhangzott már ennek kapcsán a kvóta kiegészítésére. A legvérmesebb elképzelések ugye arról szóltak, hogy aki nem veszi át a kvóta szerint elosztottakat, azokat jó, meg kell büntetni, csökkenteni, vagy megvonni az Európai Uniós támogatásokat, óriási összegeket minden be nem fogadott migráns után. Aztán voltak józanabbak, akik azt mondták, hogy jó, hát lehet olyat is, hogy inkább akkor a pénzügyi segítséget nyújt az útbainduló, ahonnan útbaindulnak azoknak az országoknak a segítéséhez, vagy most ez hangzott el, amit egyébként a magyar miniszterelnök
említett legutóbb az oroszországi útja során ott felszólalásában ezt mondta el, és ez a magyar kormánynak szilárd álláspontja, tehát szívesen segítünk a határok őrizetébe, legyen szó bármely külső határt őrző Európai Uniós tagállamnál, ahogy tesszük most is a balkáni útvonalon, küldünk rendőri erőket és technikát is, hogy szilárdítsuk a határőrizetet, és szívesen segítünk a hazaszállításba, azoknak a hazajuttatásában, akik megalapozatlanul tehát jogellenesen jutottak Európába, és nem jogosultak menekült státuszra. Az, hogy a német belügyminiszter ezt mondta korábban, hasonlót mondott a német külügyminiszter is, azt jelzi, hogy az Európai Egység irányába próbálnak megoldásokat keresni, miután fölismerték, hogy a kvóták szerinti elosztás ez egy sikertelen, kudarcra ítélt és a migrációt fokozó elgondolás. Tehát akkor mostanában a földközi tengeri migráció került ismét előtérbe, a számokat onnan halljuk elsősorban. De úgy tűnik, hogy a görög helyzet, török-görög tengeri határnál ott azért ennél jóval nagyobb létszámú migráns érkezhet. Jelenleg, csak nem esik tovább róla talán akkor a szó. Jelenleg a számadatok azt mutatják, hogy az a legnagyobb forgalmú, idézőjelben mondom a forgalmat, tehát illegális forgalmú irány a balkáni útvonal, elsősorban a szigetekre, de a zöld határon keresztül is, és a törökországi helyzet is ezt erősítő, hiszen a törökök egy szír területen egy védett zónát akarnak létrehozni, most el is indultak ott műveletek, amelynek keretében oda szíreket telepítenének vissza Törökországból, és miután erről a szírek értesültek, ők nem szeretnének ebbe a védett övezetbe áttelepülni, ezért nagyobb számba indulnak útba, de nem csak szírekről van szó, sőt zömében ma már nem a szírek a legnagyobb számba érkezők, hanem az afgánok, irániak és pakisztániak, akik a Görögországba, a szigetekre érkezve, onnan aztán kontinentális Görögországba átjutva útban vannak több tízezren a balkáni útvonalon. Tapasztalható mozgás, növekedés a magyar határon is, bár továbbra is hangsúlyozzuk, hogy nem esünk a balkáni útvonal fő migrációs útvonalára, hiszen Montenegró, Bosznia-Hercegovina, Horvátország, Szlovénia a fő irány, de magyar határon is 8600-nál több határsértő elfogás volt a tegnapi napig, és ezek között nagy csoportos kísérletek, zöld határos kísérletek. Ez az idei évről beszélek, igen. Ezek egy jó része zöld határon, de egy más része járműveken elrejtőzve tett kísérletet, holott a magyar határzár szilárdságát, az embercsempészek ismerik, és mégis kísérletet tesznek erre. Ezért minden olyan információ, amit például az ön által is említett, német belügyminiszter említett, hogy a balkáni útvonalon megismétlődhetnek a 2015-ös események, ezeket a magyar kormány nagy figyelemmel kíséri, és mindent megteszünk politikai biztonsági együttműködés terén is, hogy minél távolabb tartsuk a magyar határtól az érkezőket, és szilárdan őrizzük a Magyarország határát, mert ez a magyarországi belbiztonság a magyar emberek biztonságának az alapvető feltétele. Tábornok úr, köszönöm szépen! Én is köszönöm!